Igen. Halló? Halló. Igen, üdvözlöm, nézze, a fia tanára vagyok az iskolából, és azért hívom, mert az előbb törte be egy autó szélvédőjét. Van most egy perce? Van perce. Az én fiam betörte az ablakát. Igen, rendben. Hát egy férfi jött az iskolába, és azt mondta, hogy a kocsit az iskola mellett parkolta le, és néhány gyerek kavicsokat dobált arrafele. Mondott erről akármit a fia? Ácsi, magát hogy hívják, maga kicsoda? Nézze, a probléma az, hogy beszéltünk külön-külön a gyerekekkel, és mindenki azt mondta, hogy a fia csinált, szóval tudna vele beszélni. Várjon, erről? Várjon, ön ki? Be tudna mutatkozni? Oké, a férfi azt mondta, hogy kiszámlázza nekünk a javítatást, ezért iskolai eljárást kell indítanunk a fia ellen. Ácsi már, maga kicsoda, mondja már meg, hogy maga kicsoda. Kivel beszélek, uram, hát mondja, mutatkozzon már. Nézze, ha a fia nem viselkedik, jó, tennünk kell valamit, nem ért egyet? Idén az én fiam 41 éves. És az én fiam betörte. Szóval a barátja elszúrta, és ez nem az ő hibája. A fiának maga miatt vannak problémái véleményem szerint. Ember egy pillanat, maga kicsoda. Én Kecskemétről Szabó István vagyok. A barátját Alfrédnak hívják, ugye? Én 72 éves ember vagyok. Az én fiam, a gyerekeim 50 évesek, 48 évesek, három gyerekem van. Kérem?